Beni Kassimba a Casta Jondala plánából indultunk, ahol két napig álltunk, tele volt a parkoló, láthatjátok, hogy itt a focipálya mellett is állnak még kocsik, ahogy a mellék utcákban is. Éppen húsvét volt, rengeteg spanyol autó is érkezett ezekben a napokban, ezen a hétvégén a tengerpartra. Itt pedig már megyünk Beni Kassim felé, és itt balra láthatjátok a másik lakóautó parkolót, amely ebben az időben éppen két hétig zárva volt. Ezek a lakóautósok nem vették észre a feliratot, néhány óra múlva elküldte őket a rendőrség. Egyébként ott is lehet parkolni más időszakokban. De mi ide akartunk jönni ezekbe a tengerparti parkolókba, a másikba. Itt most elmegyünk az egyik mellett, de van egy teljesen ugyanilyen körülbelül 500 méterrel. Tovább, oda akartunk beállni, és ahogy itt bekanyarodtunk, akkor láttuk, hogy elég sokan vannak. Ezt jobban szeretjük, mint a másikat, mert közelebb van a városhoz. Itt ugye mozgássérült helyek vannak, itt nem lehet parkolni, és már utána úgy tűnik, hogy van bőven hely egy lakóautó számára, igazából normálisan nem tudtunk volna a miénkkel beállni, ezért egy kis habozás után úgy döntöttünk, hogy továbbállunk, és visszamegyünk az első parkolóba, amely mellett éppen az előbb haladtunk el. Tehát vissza kellett mennünk úgy jó 500 métert, és innen talán már jól látszik, hogy aránylag kényelmesen találtunk itt helyet. Azt egyébként láttuk már az előbb is, de mivel elől nem volt hely, visszajöttünk, és ahogyan az kell, hosszában parkoltunk be a járda mellé, a bicikli út mellé, és itt tényleg volt bőven hely, szemben velünk egy spanyol autó állt, aztán még két vagy három napig, tulajdonképpen addig, amíg elmúlt a húsvét. Eljöttünk Castellonból, a hivatalos lakóautó parkolóban, mert ott elkezdték irkálni a rendszámokat. Hát jó, úgyis elég volt végül is két nap a városnézésre, és elindultunk, hogy egy tengerparti helyet találjunk magunknak, és találtunk is itt Beni Kassimban egy csodaszép fehér homokos partmenti helyet, ahol nagyon szépen egy hosszába meg lehet állni a lakóautóval, akár nagyobb járművel is, és abszolút tolerálják a rendőrök, nem küldenek el senkit, teljesen biztonságos, nagyon kis, nyugodt, kis, kiegyensúlyozott parkolóhely. Kutyusokkal is nagyon jól el lehet sétálgatni. Van lehetőség ivóvízvételre, mert a part mentén végig vannak csapok. Van itt mögöttem egy másik hasonló ilyen parkoló, és ott a kazetta kiürítésre is lehetőség van. Illetve az is egy nagyon jó, hogy város közeli, és van közel biciklivel megközelíthető helyen volt, illetve nagyon jókat lehet befele sétálni a városban, és ilyen kis repülőket nézegetni, hogy szállósnak az égen, és ha jó szeles idő van, akkor még a kájtosok is megjelennek, a színes kis ernyőjükkel, és lehet látni, hogy ugrálnak a vizen, úgyhogy ez is egy nagyon jó kaland lehet. Úgyhogy mindenképp tudnám ajánlani ezt a helyet mindenkinek. A hely nyugodt, biztonságos éjszaka is, és azt lehetne még elmondani, hogy gyakorlatilag hétvégén a legnyüzsgősebb, amikor itt megjelennek a spanyol lakóautósok is, és akkor ezen a kis zöld sávon igencsak sűrűn kerékpároznak, gyalogolnak, pihennek, hiszen nekik ez a szabad idejük. Úgyhogy ezt kell szem előtt tartani, hogy hétköznap érkezzetek, és hétköznap távozzatok. A mellettem lévő sávban, ahogy lehet látni vagy hallani az elhaladó autókat, abszolút nem zajosak, még igazán nappal sem zavaróak, hiszen elnyomja a tenger morajlása, viszont este teljesen elcsendesedik, és semmilyen zajt nem lehet hallani. Tehát a legérzékenyebb szenzorral rendelkező ember is nyugodtan fog aludni ebben a parkolóban, mert nagyon nyugodt. A parkoló egyébként akárhogy is közvetlen kapcsolattal rendelkezik a spanyol gyalogosokkal, abszolút nem éreztem szúró tekintetet, maximum csak kíváncsiskolót, hogy na benéznek, hogy néz ki belülről egy lakóautó, aki esetleg még nem látott, de semmilyen bántó megjegyzés vagy olyan viselkedés nem volt, ami úgymond zavaró lett volna, hogy na, akkor menjünk innen, mert esetleg nem szeretnek itt minket látni. Azt, amit érdemes még tudni, hogy a másik parkolóhelyen, tehát ezen a helyen, csak itt, ahol a személyautók állnak, vagy állnának, azt nem célszerű elfoglalni, hogy hagyjunk lehetőséget a személyautóknak is megállni, hogy a parton itt elpihenhessenek, illetve a rendőrök se szokták nagyon tolerálni, pláne a picit hosszabb már a jármű, és rálóg a gyalog részre. Úgyhogy ezt azért tartsátok szem előtt. Igazából az is egy nagyon fontos észrevétel, hogy nem először vagyunk itt ezen a helyen. Amikor 3 évvel ezelőtt itt voltunk,
Voltak olyan éjszakák, amikor teljesen egyedül parkoltunk, ugyanebben az időszakban nem volt itt senki, és még inkább azért imádkoztunk, hogy jöjjön valaki, hogy ne egyedül álljunk itt a parkolóban az út mellett a tengerparton. Ma a szituáció teljesen más, amikor idejöttünk 11 autó volt, most is szinte teljesen tele van a parkoló, tehát itt is le lehet mérni, hogy milyen népszerű lett a lakóautózás. Emlékszel, hogy mikor egyedül voltunk? Emlékszem. Jobban szerettük volna, hogyha más is áll mellettünk. Azért az ad egy biztonságérzetet. De hát ugye fent volt a Park Fortnite-on, nem írtak róla semmi rosszat, úgyhogy bátran jöhettünk ide. Igen, bár először nem a Park Fortnite-tól keveredtünk ide, hanem véletlenül, mert a Castelloni parkoló tele volt. Ja, igen, aztán rájöttünk, hogy ez tényleg fönn van máshol is, tehát nekünk is feltűnt, hogy milyen klassz kis hely. Na mindegy, a lényeg az, hogy sem most, sem akkor nem történt velünk semmi, amikor egyedül voltunk. Igen. Úgyhogy nem éppen a legrosszabb hírű hely, ahol most éppen vagyunk. Így van. Van itt egy hasonló parkoló, ennek a tükörképe. Nézzük meg, hogy ott mennyien állnak. Tartsatok velem! Innen egyébként nagyon könnyű átmenni a másik parkolóba, ahogy az előbb is mondtuk, körülbelül 500 méter. Ez még a mi parkolónk, fogalmazzunk úgy. Aztán van ez a nagyon szép sétány, tényleg könnyen, kényelmesen át lehet sétálni, és már itt is vagyunk a másik parkolónál. Itt, ahol most állunk, ez is egy ilyen parkolósziget, szinte észre sem vehető, hogy nem a másik parkolóhelyen állok. Itt annyi a különbség, hogy kevesebb lakóautó fér el, viszont az óriási előnye, hogy itt velem szemben van egy nyilvános mosdó, ahol a kazettát ki lehet üríteni, hát a panorámáról nem is beszélve, ami közvetlen tengerparti parkolóhely, és itt még eltűrik a lakautókat, ha hosszanti helyen álltok meg. Általában azt jobban viselik a rendőrök. Viszont hétvégén a spanyolok megjelennek, és irgalmatlan sokan sétálnak, sportolnak, görkoriznak, kerékpároznak, versenyt futnak. Tehát elképesztő, hogy mi zajlik ezen a vékony csíkon, itt, amikor a tolóajtót elhúzom. Akkor gyakorlatilag egy spanyol befut a nappaliba, egy begörkorizik, egy bebiciklizik, és tele van a kocsinek. Úgyhogy igen, eléggé forgalmas a hely. Az egész helynek még az is nagy előnye, hogy 200-300 méterenként lehet találni egy ivókutat, tehát a vízzel egészen biztosan nem lesz gondotok akkor, hogyha itt parkoltok valahol a környéken. Nézzük meg Benicassin városát, és tartsatok velünk, hiszen pár száz méterre van csak a parkolótól. Tartsatok velünk! Így van, és nem csak azért, mert néhány száz méterre van innen, hanem azért, mert egy szép kis város. Mindenképpen érdemes megnézni, ha itt vagytok. Tartsatok akkor velünk! Gyertek, menjünk, nézzük meg! Nézzük! Ahogy mondtuk már az előbb, és csak néhány száz métert kell menni Benicassinig. A part mindenhol nagyon szép, mindenhol szép strandokat lehet látni, és különösen ebben a tavaszi napsütésben igazából gyönyörű volt minden, az egész város. Azért mondtuk, hogy szép a város, talán látszik is a képen. Igen, nagyon szép. Csak kicsit fúj a szél, de már két napja fúj, de ahol nem olyan erős, ott teljesen tök jó meleg van. Egyébként igen, tehát nem hideg, nem. Abszolút. Nem, de azért kis bulcsi most jó a szélben. Igen, valami csendes helyeken nem kell. Az öregek hozzászoktak. Igen. Látható a partokon, hogy ott vannak a homokban az emberek, nagyon sokat napoznak, gyűjtik a fényeket, a D-vitamint, úgyhogy öröm rájuk nézni. Piknikeznek a kokrócon, szerintem ez annyira jó érzés. Itt van egy kis bár a tengerparton, mindjárt a sétány mellett. Ugye, hogy már látszik, hogy milyen jól néz ki az egész. És ami nekem írtóra tetszik, az a víznek a színe. Olyan színe van valahogy, nem Judit, hogy egyszerűen szinte. De nem is tudom, hogy mit mondhatnánk, milyen színű a tenger itt. Nem is tudom, tényleg nem tudom megmondani a színét. De egyszerűen gyönyörű, nem? Igen, valami kis féldrága kőre emlékeztet, most nem jut eszembe a neve. De az most mindegy szerintem, egyszerűen szép. Azért a legtöbb vendéglő már üzemel. Itt amúgy is van egy ilyen soravítele van kis büfékkel, vendéglőkkel. Azt is lehetne mondani, hogy ez Benicassin közepe, nem? Nem vagy éhes, Judit?
Hát valahol mindenképpen szerettünk volna ebédelni, ez már egész biztos, vagy inkább valamilyen délutáni ételt elfogyasztani, hiszen már rég túl voltunk a magyarországi klasszikus ebédidőn. Ahogy látjátok, Benicassin mindenhol nagyon szép, spanyol viszonyokhoz képest nagyon tiszta és ápolt, gyönyörű szép tengerparti szakaszai vannak, amúgy vannak szocialista, realista épületek bőven a parton, de mindezzel együtt a gyönyörű szép vize, tényleg nagyon klassz minden, és ahogy látjátok, a spanyolok így március végén már birtokba veszik újra a strandot, ez teljesen rendben is van. Vannak kavicsos strandok is Benicassin másik északi oldalán. Érdemes egyébként végig sétálni az egész talán 3 vagy 4 kilométert, és megnézni egész Benicassimot, legalábbis a strandot. Itt a végén van még egy kis sétány vendéglőkkel, itt is akartunk valamit enni, de nem találtunk semmi normálisat, ezért az egyik mellékutcában betévedve kiválasztottuk magunknak ezt az autentikusnak tűnő éttermet. Találtunk egy nagyon klassz kis éttermet, és majdnem egy otthoni csibelevest is kaptunk előételként. Ez egy nagyon helyi, ilyen kis elbújt helyen lehetett látni, hogy autentikus. Tényleg csak helyiek járnak, ilyen kockás abroszos, úgy szoktam mondani. Úgyhogy nagyon jó, nagyon jó, tetszik. Nekem is tetszik. Nekem is nagyon-nagyon tetszik. Tényleg. Az egész. Ha valóban elmentek egyszer itt Benicassinban, akkor gyertek ide. A leves az finom, gondolom a többi is finom lesz. A második sem rossz. Én ilyen sertésültet kaptam egy tojással és burgonyával. És te, Judit? Én pedig az autentikusnál általuk főtt, sült hús, de inkább ezt főzni szokták, úgyhogy én jól választottam, mert igazi autentikus kaptam. És egy ilyen klassz kis csokis tortát is kaptam. Judit úgy döntött, hogy ő nem kérdezhetett, mert már nem tudná megenni. Figyeltél, hogy elmondtam, hogy tele van mandulával, frutos szekosz. Igen, szárított gyümölcsökkel is. Igen. Jól néz ki, és... És pirított dióval a tetején. Jó. Azért mennyire jó ez a lakóautózás? Beülünk a kocsiba, eljövünk, és itt vagyunk Spanyolországba nyaralni, telelni. Valaki pedig akár 85, akár 100 ezer euróért ingatlant vesz azért, hogy itt nyaralhasson. Nekünk ez korlátlan, igazából, mint lehetőség. Bármelyik városban itt nyaralhatunk, bármelyik parton megpihenhetünk, és csak annyiba kerül, beszállunk a kocsiba, és ide gurulunk a csigával. Szerintem ez csodálatos.